Volt egy pillanat, amikor átfutott rajtam, hogy ez velem is meg fog történni. Úristen. Szeretnéd megtisztítani, valahogy letenni. Végigfutott rajtam a hideg. Ez annyira így van. És így átfutott valami forróság, és először nagy félelem, aztán pedig valami nagyon jó érzés. Nagyon nehezen engeded el. Nehogy. Nagyon, 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 nagyon. Én egész idő alatt azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül az autóban. Komolyan? Igen. És azzal a valakivel még beszélgettem is, mert hangosan dumáltam hozzá, hogy anyukámat kell elsőként fölhívni. Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vajon mi rejlik a látható fizikai világon túl. Mert hiszem, hogy a csodák körülvesznek bennünket, és hogy a legnagyobb nehézségek leküzdésével tanuljuk a legtöbbet. Létezik egy olyan világ, amiről valamiért még csak suttogva merünk beszélni. Lelkünkben őrizzük legmélyebb titkainkat, melyeket nem tudnánk épésszel megmagyarázni, ezért inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna. Mostanáig. Mindenki másban vagy máshogyan hisz. Van, aki szellemet látott, van, aki angyalokkal beszélget, de van, aki minden nap imádkozik, mert úgy hiszi, segítséget kaphat. Minden műsorban egy ismert ember enged betekintést lelkének legféltettebb titkaiba. Beszélgetünk hitről, misztikumról és megmagyarázhatatlannak tűnő élményekről. Majd a beszélgetés egy pontján csatlakozik hozzánk egy avatott szakember, aki a szellem és lélek világában segít eligazodni, láthatatlan iránytűt adva az alany kezébe. Sombalog Edina egy kívülbelül szépséges lélek, aki megküzdött már a hitével, amikor egy szomorú veszteség kapcsán elfordult Istentől. De ma nem is tudja másként szemlélni sorsa alakulását, mint azzal a bizonyossággal, hogy van még valami azon kívül, amit a fizikai testünkkel képesek vagyunk megtapasztalni. Szia Edina, köszönöm szépen, hogy a családi teendők és a gyerekek mellől el tudtál jönni egy picit, meg köszönöm a férjednek is, hogy besegít. Hát én köszönöm a meghívást, szia, nagyon-nagyon örültem, és nagyon vártam már egyébként. Jaj, hogy... de örülök, jól van. Gondolom érdekel a második rész majd, amikor érkezik hozzánk Gyurko Kati. Nagyon, kíváncsi vagyok rá. Történt valami változás a téren az utóbbi időben nálad, hogy jobban érdekel ez a téma? Az életem első szakaszában nagyon hívő voltam, és akkor úgy kapaszkodtam mondjuk úgy, hogy Istenbe, és eljártam egyébként templomba is, nagyon sokat imádkoztam, aztán történt valami az életemben, amiért ez így egyik pillanatra a másikra, hát ilyen hit elhagyatottá váltam, tehát hogy teljesen hit nélkül éltem onnantól kezdve az életemet, ami borzalmas volt, és hiába keresgéltem kapaszkodót, nem nagyon találtam, és akkor 16 éves koromtól mondjuk olyan 20, hát... Sokáig keresgéltem, és nem találtam semmit, ami hosszú ideig és következetesen mondjuk biztonságot nyújtott volna a lelkemnek, amiben úgy tudtam volna kapaszkodni. És most az elmúlt két-három évben történtek olyan jelek az életemben, és olyan történések, amik nagyon sorsszerűek, és ezek után újra elkezdtem hinni. Most úgy hívom, hogy a sorsomban, vagy a sorsban, de nagyon, nagyon határozott ez most bennem. És ahogy innen visszatekintek 16 éves koromtól, ugye az elmúlt három évvel ezelőttig, akkor így észreveszem azokat a jeleket, amiket akkor nem láttam meg. Mik voltak azok, így visszatekintve? Sok minden, amik jelentősebbek. Például az, hogy a férjem neve, az egy jel volt az én életemben, ami egész pontosan úgy nézett ki, hogy emlékszem, hogy bekerültem ugye a sorozatban, amiben én nagyon sokáig játszottam, és az első adást néztem végig, amikor végignéztem a stáblistát, és ott láttam egy Som Krisztián nevet, ami így megakadt a szemem, és ezt a nevet megláttam, és ez így, de tudom, ez hihetetlen, és ez az, amire nincs magyarázat. Tehát, hogy akkor, mikor megláttam, akkor így valami furcsa villanás történt az életemben, és így bennem, és hogy ezzel a névvel nekem lesz dolgom. Komolyan? Na, de én azt sem tudtam, hogy ő kicsoda, micsoda. 60 éves, azt sem pocakos. Tudtam, hogy ő zenei producer, vagy nem az, vagy akár. És erre így tényleg nincs magyarázat. Aztán nem sokkal később,
amikor valami hangfelvételt kellett csinálni, de ez még egész az elején volt, akkor bemutattak neki is, meg még nagyon sok mindenki másnak. És emlékszem, hogy annyira meg akartam felelni abban a szerepkörben, amit nekem akkor el kellett látnom, és annyira izgatott, és annyira tele voltam félelmekkel, hogy így igazából nem láttam őt meg. Uh-huh. És egészen addig, amíg azt nem mondta, hogy Somm Krisztián. És úgy fölnéztem, és emlékszem, hogy akkor így zavarba jöttem, de rettenetesen zavarba jöttem, és amúgy nagyon tetszett, de ez akkor nem volt bennem, tehát ez nem rajzolódott úgy ki bennem, csak az, hogy Somm Krisztián, és hogy én ettől így zavarban vagyok, és menekülök. És ő pedig azt kérdezte tőlem, hogy hogy tudsz csókolozni egy vadidegennel a képernyőn. Egy vadidegen ember ezt kérdezte tőlem. És akkor én, hát ugye 19 évesen én ilyen szemtől szembe kérdésekkel én még nem találkoztam. Tehát, hogy akkor én zavarba jöttem ettől, és na, hát ez volt a mi első találkozásunk. Képzeld el, hogy azt mondják, hogy a lélek hagy magának útjelzőket, még mielőtt leszületik. Mondjuk akár arra, hogy felismerd a társadat, vagy felismerj helyzeteket. És hogy ilyen lehetett mondjuk a név, amit megláttál a képernyőn. És ilyen lehetett mondjuk az, hogy megfogta a kezedet. Igen. Ez így kellett, uh-huh. hogy legyen. Tehát nekünk igenis dolgunk volt egymással. Ma ránézek a két gyerekre, és nincs bennem kérdés, hogy ez így van jól. Uh-huh. És olyan, például Noel olyan nekem, mintha mindig is ismertem volna. Na, ezt akartam kérdezni, figyeled ilyen szemmel, akkor ezek szerint nagyon. A gyerekeid. És nekem az a furcsa, hogy volt életem nélküle, hogy ő nem, hogy... És nekem Noel nem egy kisgyerek, aki most for ki, és lesz belőle majd egy egyéniség, hanem az első perctől kezdve én pontosan tudom az ő egyéniségét. És ami viszont nagyon érdekes, hogy Lilinél is. Igen. Tehát én tudom, hogy ő milyen. Egyébként aztán még sok-sok történet volt, aztán mindig előre mutatott az élet. Körülbelül 2 évvel ezelőtt történt az életemben valami, amit nem szeretnék kifejteni. Uh-huh. De a sors elénkörgetett egy olyan nehézséget így családilag, ami igazából az én nagy-nagy-nagy egész életem félelme, és végül is megkaptam szemtől szemben, uh-huh. és hogy ezzel dolgunk volt. És én akkor annyira összetörtem, hogy nem tudtam, hogy hogy fogok majd ebből fölállni, vagy hogy még valaha fogok-e mosolyogni, tehát ilyen szinten. Uh-huh. Meg hát féltem a jövőtől, hogy mi lesz, és akkor ültem a teraszon, és azt tudni kell, hogy nekünk 2 évig nem jött össze a kisbaba a Noel után. Igen. Pedig én nagyon szerettem volna, hogy közel legyenek korban egymáshoz, de sajnos nem jött össze. Aztán egyszer csak megfogant, de az a kisbaba ugye sajnos elment, igen. és akkor utána mi 1 évet kihagytunk, már hogy így tudatosan úgy döntöttünk, hogy akkor most nem próbálkozunk, de mindeközben én vizsgálatokra jártam, kiderült, hogy mi volt a probléma, uh-huh. orvosoltuk, uh-huh. és várható volt, hogy össze fog jönni legközelebb, és hogy akkor talán már meg is fog maradni. Ez így a racionális része, és akkor egyszer csak együtt voltunk, de úgy, hogy én nyilván nem számoltam azzal, hogy most kisbabát tervezünk, uh-huh. és azért vagyunk mi együtt, tehát hogy csak úgy együtt voltunk egy lehetetlen helyzetben. és akkor megfogant a kisbabánk, de ezt akkor én még nem tudtam, amikor ott ültem a teraszon összetörve, uh-huh. és egyszer csak egy ilyen nagy narancs, tényleg egy ilyen narancssárga napsugár így megvilágította mellettem a fákat, amire fölkaptam a fejem, mindezt úgy, hogy én tényleg nem adok az ilyesmire, tehát hogy én ezeket nem szoktam észrevenni. Uh-huh. És nem is akartam semmibe soha semmit belemagyarázni. És így átfutott valami forróság, és először nagy félelem, aztán pedig valami nagyon jó érzés. És akkor ott valahogy egy ilyen várakozás öntött el a lelkemet, de mondom, nem tudtam még, hogy kisbabát várok. És aztán 1-2 nappal később így magamtól megéreztem, hogy igen. Komolyan. Senki nem hitt el. És mondtam, hogy tudom. És jól van, majd még a mi Krisztián is, Edina, ne csináld, majd ha már megvan a teszt, csináljunk egy tesztet, és mondtam, hogy nem kell a teszt, tudom. És hát igazán volt, tehát én tudtam. Akkor neked nagyon durván működnek a megértések. De ez a furcsa, hogy én ezzel ellen dolgoztam. Kapsz.
Mit jelent az, hogy ez ellen dolgoztál? Hogy én nem akartam belemagyarázni semmit semmibe. Mert hogy azt gondoltam, hogy az életben minden olyan, hogy úgy az ember úgy szeretne kapaszkodni, hiszen tudom én is, amikor volt az az időszakom, hogy tényleg semmiben nem tudtam hinni. Az mitől volt? Azt tudod, hogy mi volt a kiindítója? Igen, ott az volt, hogy 16 éves voltam, lázadó korszak, és a nagypapám, aki egy nagyon fontos ember volt az életemben, ő meghalt. Egyik napról a másikra szívrohamban, de ugye mindig mondogatta, hogy ha kislányom, ha én bemegyek a kórházba, én onnan már ki nem jövök. És ezt mindig nekem mondta, másnak nem, de úgy érezte, hogy ezt én leszek az az ember, akivel ezt meg kell beszélnie. És aztán bement a kórházba, a mentővel bevitték, és hát én tudtam, hogy nem fog kijönni, és be akartam még érni másnap reggel hozzá. És egész éjszaka imádkoztam, mert ugye akkor én még úgy Istenben hittem nagyon, és így minden pillanatban imádkoztam, de reggel, mikor a kocsival elindultunk volna, akkor jött a telefon. Istenem. És ott veszítette, és akkor gyakorlatilag és akkor ezzel ott... elveszítetted, vagy nem is elveszítetted, hanem elfordultál, ugye? El. Főleg, hogy ugye az a lázadó 16 éves ember, az nem tudja ezt. Ezt nem lehet földolgozni, hogyha hiszel valamiben, és akkor hiszed, hogy meghallgat Isten, és akkor biztos, hogy odaérek, de nem. Most hogy gondolsz rá vissza? Most már elfogadod? El tudtad engedni? Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember a kapcsolat egy le tudja zárni. És ez nekem nagyon, én ezt komolyan így gondolom, hogy le kell zárni. És hogyha ha valami nyitva marad, vagy nem tudod lezárni, akkor azzal nem végez meg. És ez hiányzott, hogy el tudj tőle köszönni. Előfordul olyan, hogy egy kicsit elgondolkozol, hogy hova kerülhetett a nagypapád lelke, aki ilyen fontos volt neked? Igen, és nagyon érdekes, mert akkor... nehéz róluk beszélni. Ne haragudj, de ha nem akarsz, voltak olyan jelek, meg olyan történések ezt követően, amikkel végül is kárpótolva lett a lelkem. Álmomban elköszöntem tőle, tehát voltak ilyenek. Ez nagyon szép, a nővérem ugyanígy volt a nagymamánkkal, képzeld el. És akkor ugye én akartam hinni, hogy anyukám mesélte, hogy őt, az ő apukája volt egyébként, hogy őt megsimogatta aznap éjjel. És akkor tudod, ugye azon gondolkoztam, hogy akkor lehet, hogy tényleg van ilyen, hogy a lelke még eljön. Mert hát sokáig hittem, ő benne hittem. Hogy ő utána. Van. De abban biztos vagyok, hogy tényleg minden, egyre inkább azt gondolom, hogy minden úgy lesz, ahogy kell, hogy legyen. És hogy teljesen mindegy, hogy én hogy akarom. Mert hogy előbb-utóbb úgyis oda fogok kerülni, ahova kerülnöm kell. És például az én életemben az összes nagy történés, ami meghatározta az eddigi életemet, az mind úgy történt, hogy nem akartam, és mégis oda kerültem. Aztán persze utólag nagyon örültem, vagy legalábbis nem az volt bennem, hogy én ezt nagyon akarom. Sokan mondják, hogy nagyon kell akarni, és megtörténik. És én inkább ezt úgy mondom, hogy ott én nagyon mélyen akarhattam ezeket. Vagy tudtad? Vagy tudtam, hogy ez lesz az utam. Igen. Hogy az lesz. Nagyon érdekes. Emlékszem arra a napra, amikor ilyen 10 éves voltam, és láttam akkoriban ismert embereket. Például volt valaki, akit láttam a benzinkúton, és egy ismert ember volt, és én elmentem mellette, de aztán jaj, mondom, hogy ismerős, és akkor tudtam, hogy honnan. És azon gondolkoztam, hogy jaj, milyen, mert baseball sapkában volt, mondom, úristen, milyen rossz lehet neki, hogy el kell mindig takarnia magát, hogy ne vegyék észre. És akkor volt egy pillanat, amikor átfutott rajtam, hogy ez velem is meg fog történni. Úristen. És aztán valahogy ezt úgy mindig sejtettem, hogy előbb-utóbb majd valamilyen úton, módon én is úgy oda fogok kerülni. De egyébként volt arra szükség valahogy tényleg, tehát hogy inkognitóban légy, hogy eltakard magad? Éltél ilyen eszközökkel? Képzeld el, hogy volt egy időszakom, és szerintem aki nem esett át ilyenen, az biztos, hogy szerintem az nem mond igazat. Tehát nekem volt egy olyan időszakom, amikor azt éreztem, hogy én nekem most minden tökéletes, én is tökéletes vagyok, a kocsim is tökéletes, a házam is tökéletes, a körmöm is tökéletes, tehát ez, amikor úgy elhittem, hogy minden annyira tökéletes.
És hogy, hát amikor ugye elszáll az ember, és ez ugye előfordulhat, főleg 20 évesen, tehát akkor még nagyon, nagyon könnyen megy ez a fiataloknál. És nálam is volt ez, hogy azt hittem, hogy fú, hát minden. Így, ez is jár, ez nekem jár. Ez a rémisztő érzés egyébként. És akkor a sors megmutatta, hogy nem. És akkor történt egy nagyon csúnya autóbalesetem, amiben majdnem ott maradtam, teljesen váratlan semmiből. Na, de hogy az előjelek, és hogy a jelek, ezt muszáj elmesélnem. Hogy volt egy nagyon szép autóm, ami álomautó volt, és én emlékszem, hogy részletre megvettem magamnak, mert hogy ezt én, nekem ez nagyon kell. És akkor emlékszem, hogy voltak előjelek, tehát így visszatekertem az egészet, hogy volt olyan, hogy kijött elém egy autó, épp hogy ki tudtam védeni, ugye előtte pár héttel, mert annyira gyorsan mentem. Aztán egyszer meg kicsúsztam az útról télen, és így megfordultam. És akkor ezek nem tettem össze, tehát nem tudtam még, hogy ezeket komolyan kellett volna venni. Esküszöm, hogy lelassult ott az idő, mert mindenre emlékszem, arra, hogy belevágottam, hogy még meg is lepődtem, hogy hoppá, innen még visszament az autó, és hogy még mindig élek. És aztán durra kamion, mondom, ó, még mindig élek. Én egész idő alatt azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül az autóban. Komolyan? Igen. És azzal a valakivel még beszélgettem is, mert hangosan dumáltam hozzá, hogy anyukámat kell elsőként fölhívni. Edina izgatottan várta a Gyurkó Katalin védikus asztrológussal való beszélgetést. Ennek a találkozónak éppen most kellett megvalósulnia, mert Edina most arra állt készen mindarra, amit hallott. Katikám, kezdjük a személyiség elemzéssel. Kezdjük. Van neked a védikus rendszerben egy rák aszcendensed. És ez azt jelenti, hogy nagyon sok között van a múlthoz, a régi dolgokhoz. Tehát ezer szállal kötődsz a múlthoz, kicsit olyan a horoszkópod, mintha többet időznél a múltban, mint a jelenben vagy a jövőben. Ez igaz? Nagyon. Ez nagyon igaz. Nagyon. És mindig magamra kell parancsolnom, hogy elég itt és most kell lennem. És nem a múltamban, vagy a múltban. Ez nagyon igaz. Állandóan időzöm a múltam. Visszaemlékszem, tanulmányozom, meg akarom fejteni, meg akarom érteni, keresgélek benne, sokszor nagyon-nagyon sokáig, tényleg. Én azt gondolom, hogy a hozott képességek, vagy a hozott tudás, az nagyon jó lehet, mert valószínűleg neked van egy jó nyelvérzéket például, vagy könnyen tanulsz szöveget, tehát ilyen képességeid lehetnek. Abban viszont megnehezíti a dolgot, hogy adott esetben, amikor dönteni kell egy olyan helyzetben, ami tudod, hogy elmúlt az érvényessége, lejárt az ideje, azt te nagyon nehezen engeded el. Nehogy nagyon. Nagyon, 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 nagyon. Éppen ezért borzasztóan ragaszkodom. Szörnyen ragaszkodom dolgokhoz. Sőt, tárgyakhoz nem. Nagyon érdekes, hogy tárgyakhoz nem. Csak személyekhez, helyzetekhez. Munkákhoz. Akár munkához. Igen, igen, igen. Nehezen tudok váltani. Nehezen változtatok. Nehezen változtatok. Nagyon nehezen. És ezt én érzem, egész életem során érzem. Csak ugye, amikor még fiatal az ember, akkor nem veszi ezt így észre, csak tapasztalja. Most pedig már tudatosan látom, hogy ez így van. Az is látszik a horoszkópodból, hogy hát nem úgy tűnsz, mert nagyon szép léleknek tűnsz kívül belül, de olyan életekből jössz, amikből nagyon sok destruktivitást, nagyon sok tabut, nagyon sok negatív dolgot hozol, de avval a szándéka, hogy ezt valahogy szeretnéd megtisztítani, valahogy letenni. Ez az elképesztő. Végig tudod rajtam a hideg. Ez annyira így van. Olyan életekből jössz, ahol nem sikerült valahogy a gyökereidet, a hovatartozásodat megteremteni. Tehát olyan, mintha fizikailag is és szellemiekben is állandóan úton lettél volna, és nagyon sok nehéz családi karmát hozol magaddal. És ebben az életedben viszont, és ez a nagyon jó hír, a cél, a béke, nyugalom, a csend, a természet, mondjuk úgy, hogy a fű és a kecskék. Hát, hogy valahogy a nyugalomba és a természetbe békét találni. Igen. Így van? Így. Persze, igen. Teljesen így van, teljesen. És ez annyira így van, hogy
hogy mindenki ugye, hogy ez a... Tehát én egy nagyon jó, azt gondolom magamról, hogy a jó szándék vezérel mindig, minden helyzetben, de vannak helyzetek az életemben, amikor egészen ki tudok kelni magamból, vagy egy másik emberi lény tudok lenni, mikor valami fölbosszant, feldühít, és akkor tudom, így ez az egy szörnyű igazságtalanságot érzek, és akkor azt én meg akarom tisztítani. Ez hihetetlen, hogy ezt így... És tényleg így van, és én azon dolgozom, hogy nekem azt tényleg tisztává kell tennem, ami nem tiszta. Mehetünk rá a családi viszonyokra? Érdekel? Hogy nagyon. Jó. Akkor nagyon. Kezdhetjük a szülőkkel, felmenőkkel? Igen. Mind a két szülővel van párkapcsolati karmád. Az azt jelenti, hogy az előző életeid valamelyikében az édesanyáddal, és egy másikban pedig az édesapáddal volt neked valamilyen partneri viszonyod. És ebből egyébként az erősebb az az édesanyáddal. Nekem ő mindig hatalmas biztonságot adott, és hát ad mai napig, és nekem ő tényleg, én nagyon szeretem az anyukámat őrületesen, és nagyon szoros. És tényleg, ahogy mondod, hogy sokszor van, hogy ő az első, akit felhívok, és sokszor férjemmel is volt erről beszélgetésünk, hogy de hát fogadjunk, hogy már anyukádat hívtad. Na jó, igaz. De hát nem engem kéne először. De ha téged is akartalak csak. Ösztönösen sokszor van, hogy anyu az első, akivel én nekem ezt meg kell osztanom anyuval mindig ez. És a napjában többször is beszélünk telefonon is, ami mindenki így, úristen. Igen, nagyon, nekem tök normális. Mert nem, hogy te életedben az. Igen. Én nagyon igénylem az ő közelségét, rettenetesen. Párkapcsolat? Hát azt gondolom, hogy mi mindig nagyon-nagyon erős szövetség ez. Tehát mindenkor egy nagyon erős szövetség a férjeddel ez a kapcsolat. Nagyon stabil. Igen. Tehát oda-vissza nagyon igen. Fontosak vagytok egymásnak. Olyan jól fogalmazol, hogy sokszor mondjuk mi is, hogy ez egy szövetség. És ez a szó a legjobb, ez a legigazabb kettőnkre, hogy ez a tényleg tűzön vízen. Valószínűleg nem először találkoztatok. De ez nem derül ki, hogy hányszor lehettek, vagy hogy milyen. De mindig szerelmi viszony lehetett, vagy többnyire szerelmi viszony volt közöttük? Én sokszoros párkapcsolati karmát látok köztetek, csak időnként volt szerepcsere. Tehát te voltál férfi, és ő volt nő. És azt gondolom, hogy most is sok érzelem lehet benne. Furcsa, mert most is van ilyen, hogy mi egyébként Krisztián, ami... Tehát nálunk nem az van, hogy ő a főnök, vagy tehát hogy fogalmazzak, nem az van, hogy ő megmondja, hogy mi lesz, és akkor én bólogatok, hogy úgy lesz, vagy bárhogy is van, én beadom a derekam, és végül is ő győz, hanem nálunk mindig jellemző volt az első perctől kezdve, hogy egyszer én voltam az erőszakosabb, és már pedig az fog érvényesülni, és akkor tényleg az érvényesült, és olykor meg ő. Tehát mindig volt ez a szerepcsere, tehát most is megvan. Az, hogy valamit tanulj, fejlődj, tovább lép, ez benned egy egyre erősebb igény. Mint hogyha elkezdenél mozgolódni. Lehet, hogy valamit elkezdesz olvasgatni, vagy tanulni, vagy valamilyen témát jobban elkezdesz figyelni. Igen. Elsősorban ez, de olyan, mintha az is ébredezne benned, hogy ne csak tanulj, vagy így szellemileg bővülj, hanem lehet, hogy az utazhatnék, és nagyon benned van. Valóban elutazni. Jaj, nagyon. És tényleg, azért érdekes, mert évekig nagyon sokáig nem volt vágyom erre, hogy utazzak. És a férjem meg egy nagy utazó, ő nagyon sok helyen járt, és mindig én is jártam sok helyen, de én nem, szóval nem éreztem erre igényt úgy belül. És pont most így nyáron fogalmazódott meg bennem, hogy egy elkezdődött bennem ez így lüktetni, hogy el akarok utazni szeretnék, el kell utaznunk, el szeretnék utazni. És akár repülővel, mert egyébként félek a repüléstől rettenetesen, de hogy most az van bennem, hogy akár repülővel, illetve még valami, hogy jelentkezett egy újabb igény, és azért is igaz ez a tanulási fázis, hogy eldöntöttem, és valószínűleg ez így is lesz, hogy megtanulok szalszázni, mert hogy mindig is vágytam arra, hogy táncoljak, én szeretek táncolni. Uh-huh. Szerintem az élethez kell a zene, és kell a tánc. Uh-huh. És ahogy bezárva voltam most a picikkel, és elzárva mindentől, és egyébként nem is volt könnyű időszakom, egyre jobban éreztem azt, hogy üresség kezdődik, valami üresség bennem, uh-huh. És hát valahogy változtatok folyamatosan, és pont nyáróta, tényleg nyáróta, és eddig csak úgy ültem, megültem ebben. Nagyon fontos számodra minden, ami
ami szép, és ami az önkifejezéseden keresztül valahogy eljutat a szépségig, legyen az beszéd, vagy legyen az mozgás. Tehát ilyen értelemben a tánc is, vagy az, amikor mondasz egy szöveget, szerepel színészként, akkor vagy ez nagyon... Vagy a festészet, mert hogy ő fest is, és csodálatos képeket készít. Tényleg. Benne van? Tehát, hogy a de az is volt, mert abban is változtatás. Pont nyáron döntöttem el, hogy ilyen klasszikus, tehát ilyen realista képeket festettem. Tényleg elkezdtem tanulgatni az absztrakt festészetet. És akkor ugye, majd kinyíltak a kapuk, és olyan lelkes lettem, és hosszú idő után először azt éreztem, hogy na ez lesz az, ez az irány, ami engem érdekel. Érdekes volt nagyon, és tényleg még mindig gondolkozom azon, amikről beszélgettünk, és annyira fantasztikus volt, hogy olyan dolgokat mondott Kati, amik tényleg tökéletesen igazak rám. És ami csodálatos volt az egészben, hogy pont olyan dolgokra világított rá, amit nekem el kell fogadnom, vagy amivel nekem tényleg tudatosan is együtt kell élnem. Ahogy Edina az autóbalesetéről mesélt, amiből sértetlenül szállt ki, ismét megerősítést nyert számomra, hogy létezik a gondviselés. Az is csoda, hogy életben maradt, de nem véletlen, mert volt vele valaki. Valaki, akihez végig beszélt, és aki megóvta őt a bajtól. Gondolj erre, amikor magányosnak érzed magad. Valójában sosem vagy egyedül.